City Cooperation 2-es pályázat keretén belül, az egyik projekt elem keretén belül vagyunk itt a lenti piacon, termelői piacon, hiszen az innovatív turizmusfejlesztés pilot projekten belül a helyi termék árusítás élénkítése, fejlesztése az egyik projektelem, amit szeretnénk itt mi gondozni, és erre kiválóan alkalmas, hogy a lenti helyi piac is, hiszen itt nagyon sokan árusítanak helyi termelők, tehát itt felmértünk a vásárlók körében, kérdőíven vásárlói szokásokat, vásárlói igényeket, megkerestük ugyancsak kérdőíven a lentiben árusító, illetve a lenti környékén található helyi termelőket, őstermelőket, hogy informálódjunk, és ennek megfelelően alakítsuk a támogatási rendszert, és az igényeinknek megpróbáljunk megfelelni. Milyen tanácsokkal segíti a projekt megvalósulását? Hát remélem, hogy a leghasznosabb és praktikusabb tanácsokkal tudjuk ellátni a helyi termelőket, de ennek van egy másik szintje, nem pusztán a helyi termelőkhöz szólunk, hanem a települések, városok, kistérségek marketingeseihez, azokhoz, akik város turizmusfejlesztéssel foglalkoznak, de nagyon fontos szint ez, ahol most vagyunk, a helyi termelők szintje, mert tulajdonképpen itt találkozik azokkal az értékekkel a vásárló, amit egy közösség saját maga fontosnak tart, és meg tud jeleníteni. Ráadásul azért is fontos, hogy a helyi termékek egységes jelölést, arculatot kapjanak, mert egyfelől szállítják ugye a település hírnevét, másfelől segítenek kifejezni egységesen az értékét a helyi közösségnek, de fogyasztói oldalról is van ennek elég nagy jelentősége, hiszen a fogyasztó is szeretné tudni, hogy biztonságos az a termék, megbízható az a termék, valóban helyi forrásból származik, és ez nagyon jó akár szuvenírnek is, hogy egy ilyet tud adni valaki az ismerőseinek, rokonainak. Tehát a város üzenetét, a település üzenetét, a helyi termelők üzenetét el tudja vinni magában. Ugye ez mindig egy nagy kihívás település marketingből is, hogy mi az, amit adjunk. Ugye a hűtőmágnes a leggyakoribb talán, de ennél magasabb értéket tud képviselni egy olyan termék, ami mögött valós munka van, valós termelés van, és szeretjük megkóstolni, átadni, ajándékozni ezeket. Mik azok a leggyakoribb kérdések, amelyekkel önt megkeresik? Hát tulajdonképpen az, hogy egy kis termelő, egy helyi vállalkozó, és lehet ez kézműves, zöldséges vagy húsos, hogyan tud megjelenni úgy leginkább az online térben manapság, hogy ő látható legyen és izgalmas legyen. Hát ugye az a jó hírem, hogy egyedül ez viszonylag nehezebb, de tényleg az, hogyha egy közösség megjelenik, akár egy város honlapján, vagy egy alkalmazásban, ugye itt beszélünk majd virtuális piactérről is, meg ugye ami itt körülöttünk van, ha láthatóvá válik egy rendszer, hogy itt valóban valódi értékek kerülnek úgymond föl az asztalra egységesen, akkor egy nagyobb a hang, és nagyobbat tud durranni. Én ezért örülök, hogy nem csak a helyi piacok arculat kialakításában, hanem magának lenti város új arculatának a megformálásában is részt vehettünk. Ez nagyon izgalmas kihívás volt, nem kevés munka és egyeztetés, de egy nagyon jó modell szerint ment a munka, mert a helyieket mindig bevontuk, több közös munka volt, workshop jellegű megbeszélés, és ráadásul egy olyan dolgot tudtunk letenni az asztalra, ami országos szinten is elismerést vívott ki, tehát a Tipográfusok Egyesületétől kezdve a Magyar Turisztikai Ügynökség is elismeréssel beszélt és jóváhagyólag támogatta ezt a munkát. Lesz egy úgynevezett virtuális piactér, alakítunk ki egy külön lenti és környéki helyi termelői portált, ahova be lehet jelentkezni a helyi termelőknek, és természetesen ugye az ő feladatuk az, hogy a saját oldalukat gondozzák, az árukészletüket felkínálják, hiszen ez mondhatnám úgy is, hogy egy internetes reklám egyúttal, másrészt pedig egy vásárlási, árusítási lehetőség is, hiszen lehet interneten keresztül is rendelni az árukészletüket,
árukat, azokat az árukat, amelyeket nyitvatartási időben, helyben, ott a telephelyükön, vagy a piacon, vagy házhoz szállítva felkínálnak, és ugye itt tüntetik fel azt, hogy milyen árut árusítanak, azt mennyiért és milyen feltételekkel. Tehát így az árusítás lehetőségeit is bővíteni szeretnénk, hiszen nincs mindig jó idő, nem lesz mindig lehetőség arra, hogy a helyi termékárusítók föl tudják ajánlani a termékeiket, és így bármilyen időszakban rendelhető, hozzáférhető lesz az ő termékük is. És azt hiszem, hogy ez jelentősen hozzájárul majd a helyi termékárusítás feltételeinek a bővítéséhez.